A Teleki Blanka gimnázium nevelőtestülete szerint drasztikusan át kéne alakítani a kerettantervet, és át kellene térni a kompetencia alapú tanításra. Ezen kívül a minőségi oktatás feltételeit is meg kéne teremteni. Arra számítunk egyébként, hogy a Miskolci Herman Otto gimnázium kezdeményezése megértő fülekre talál, és minél több iskola csatlakozik hozzá, és végre kimerik nyitni a pedagógusok is a szájukat. Azt szeretnénk, hogyha minden iskolában lenne egy ember, és minden városban lenne egy iskola, ahol megtörténne, hogy kiállnak, megtörik a hallgatás csendjét. A miskolci gimnáziumok azt tervezik, hogy a városi után országos szinten is létrehozzák az iskolák közalkalmazotti tanácsainak szövetségét, amely ellensúlya lehet az oktatási dolgozók munkáltatójának, a Kliknek. Hát nézze, ez természetes, hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor elmondja, demokrácia van Magyarország, mi pedig megpróbálunk ezekre jó válaszokat adni. Az oktatás ugye azért ez nem egy olyan dolog, ahol amit 2 hét alatt lehet rendezni, vagy 2 év alatt lehet rendezni. Csak egyetlen megjegyzés, itt egy pedagógustól hallottam valahol rádióban, televízióban, hogy olyan hihetetlen mennyiségű tudásanyagot kell megtanulni a kerettanterv keretében, ami egészen elképesztő. Most ezt csak egyetlennék hozzá, aztán átadom azt. 18 évig tanítottam az egyetemen, gyűlöltem vizsgáztatni, de mindig megengedtem, hogy használhassák az összes tankönyvet. Tehát eleve olyan feladatokat adtam, hogy találd meg a könyvben azt, ami ide illik, és próbáld kreatívan a tudnivalókat. Mert ma már teljesen értelmetlen az információs társadalom korában adatokkal tömködni, hanem hol találod meg, hogy értelmezett, stb. Miki? Én amikor megkaptam ezt a hírt tegnap, gyorsan utána néztem, és azt hiszem a NOL lapján, a Népszabadság online kiadásán olvastam valami hozzászólást a szervezők részéről, hogy már 17 iskola csatlakozott, és a NOL ezt úgy apostrofálta, hogy már palotaforradalom készül kitörni. Utána néztem, Magyarországon általános és középiskolák kb. 4400-ban. Na most a 17-es létszám az, hát nem tudom, lehet kis létszámmal is palotaforradalmat kirobbantani, de ez nekem egy kicsit nevetséges volt. Ez most a tartalmától független, tehát hogy itt most miért akarnak felszólalni meg egyáltalán, csak ennyire előre menni a dolgokba, egy kicsit nekem ez... Ne, annyit azért én számokkal most nem fogok tudni előállni, mert ennyire nem figyeltem, de az ott a dolog lényeg, hogy a felirásban benne van, hogy legalább minden iskolában egy pedagógus vegye a bátorságot, hogy aláírjon. Na most itt kezdődik tudom a probléma, amikor egy ilyen petíció aláírásához bátorság kell. Én sokat vitatkoztam már például az egykori MSZP kormánynak mindenféle totumfaktumaival, akik mindig azzal érveltek, hogy bezzeg a mi időnkben nem féltek a pedagógusok, dehogy nem féltek. Iszonyatosan féltek, én annak idején, mikor diákmozgalmárkodtam, mindenki megmondta, hogy ne arra, úgy nem merjük. Az van, hogy elszakadt a cérna. Tehát látják ezek az emberek, hogy az a fajta ilyen neoliberális alkó, ami 20 éve az uralkodó volt, hogy a működésmód volt, mondjuk a szakszervezetekben, meg az érdekképviseletekben, hogy befogjuk a pofánkat, ülünk a tárgyalóasztalnál, nem balhézunk, mert ha balhézunk, akkor rosszabb alkut kötünk. Rájöttek, hogy ez nem működik, és az érdekérvényesítésnek ez nem egy létező módja. Ráadásul az, amit az elmúlt, hát most már 6 évben Hoffmann Rózsástól, Cunyinéstől, Mindenestől, az egyébként is rossz állapotban lévő közoktatásban rombolást, konkrét visszaporoszosítást, forráskivonást, őrjöngést csinált ez a kormányzat, azzal szemben tényleg nincsen más, csak a kifejezetten militáns fellépés, most militáns alatt nem a robbangatást értem, mert én is erőszakmentes vagyok, hanem hogy legyenek nagyon-nagyon kemények, én nagyon szurkolok, és reménykedem, hogy hát ha egyszer végre újra én is tanítani fogok tudni, mert olyanok lesznek Zsófé, a körülmények. Hát én is nagyon, nekem van egy, vagy három, legalább 3 pálya elhagyó ismerősöm, akik tanárok voltak, és nem bírták ezt. Tehát ez az adminisztrációs hercehurcát, az, hogy portfóliót írni magukról, akkor felkészülni 40 órára, legalább 5 óra van egy nap, amit meg kell tartani, azokra fel kell készülni, de közben portfóliót kell írni magáról, meg figyelni egymást, a tanári karnak figyelni egymást, ez mennyire amúgy is furcsán hangzik. És azt mondták, hogy ezt nem bírják, tehát nem éri meg. És nagyon drukkolok én is annak, hogy mondjuk 17 iskola is számítson tényleg, és tök örülök, hogy attól még foglalkoznak a problémával, és azt mondják, hogy... Én is azt gondolom, hogy ez a szám azért bőven nőhet, tehát hogy pont az van, hogy kicsit az első lángot mindig nehezebb meggyújtani, utána abból nagyon könnyen lesz ám erdőtűz,
engem is borzasztóan, nem is tudom, az, hogy felháborít, nem tudok mit kezdeni azzal a dologgal, hogy meghirdetjük például, hogy minden nap legyen tornaóra, és akkor látom... Csak ott, nincs tornaterem. Csak nincs tornaterem, és akkor látom a srácokat, hogy kiviszik őket a játszótérre, és elsősök kelnek át az úttesten tornaórát tartani, vagy gimnazisták futnak bent a városban körbe a nem tudom milyen épületet, mert nekik ez a tornaóra kötelező, és közben pedig tényleg, oké, tudom, hogy ez demagóg, de hogy stadionokat építünk, de akkor azt a pici pénzt, amit a stadionokra költünk, költsük tornatermekre, és utána mondjuk azt, hogy legyenek naponta tornaórák. Meg hangozzon el, mert valahogy erről elfelejtettünk beszélni, hogy jó tanár, jó iskola, az az embernek az életét menti meg minden napnek. Én olyan forró szeretettel gondolok a tanáraimra, iszonyú nagy szerencsém volt közoktatásban, minden csókosság nélkül, hogy tényleg én nem is tudom, mert már rég valamelyik kanálisba feküdnék holtan, hogyha ezek az emberek nem rakták volna be azt az energiát minden nap abba, hogy megismertessék azt, amit a Henrik mond, a megértésnek a képességét, nem a lexikális tudást, az egy 2500 évvel ezelőtti latin tanítási módszertan, hogy mennyiségét akarunk megtanítani a gyereknek, forráskritikát, kutatás. Hogy közbevágok, csak hogy mennyire így van, sokan nem értették. Tehát Horn Gyula mondta, nem kell ennyi filozófus ebbe az országba. Azóta hogy leépült a felsőoktatás, hát csak a létszámokat nézzük. Hát én a jogi karon megtanultam legalább 1500 latin kifejezést meg kell tanulni. Abból szerintem 51-et sem tudok már felsorolni, de a szellemisége annak, amit tanultam a római jogtól kezdve, az alkotmányjogon keresztül, a nemzetközi jogon keresztül, az itt van. Ez a probléma, a szellemiség a fontos, nem az, amit föl lehet lapozni. Hát a keresésnek, meg a megismerésnek ez a képesség, hogy az ember fel tudja fogni, meg tudja ítélni. Én irodalomtanárként, meg nyelvtanárként is ezt tanítjuk. Nagyon jók a tanárképzési intézmények például az ELTE-n, hogy tud megítélni, hogy egy szövegnek mi a kredibilitás, mennyire lehet mondjuk egy szövegnek hinni, az kiderül egy csomó dologból, hogyan keresed meg azt az információt, amire szükséged van, elhiszed egyből, amit neked mondanak, hogyan keresel hozzá kiegészítő dolgokat, ezeket tökéletesen meg lehet tanítani 12 év közoktatása alatt. Hogyha a tanárok nincsenek szénné terhelve, nem az van, hogy nekik sok mindent kell csinálni, tényleg sok mindent kell csinálni, nem lehet ennyi órát megtartani. Ha fele ennyi óra lenne egy pedagógusra és tisztességes fizetés, elképesztő jól le tudnák látni ugyanazok az emberek. Letelt az időn, köszönöm a részvételt, köszönöm az önök figyelmét, találkozunk egy hét múlva.